A Kolompos együttes zenélt és tartott táncházat az Újhegyi Közösségi Házban Kőbányán. A csapat közel 30 éve alakult, és a zenekar tagjai arra törekednek, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel a magyar népzenét, néptáncot, a régi népi szokásokat. A zenés, táncos, játékos munkázáson kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. Nagy szervezett a rendezvény, most vagyunk először a lányunkkal. Úgy gondoltuk, hogy most már egy éves elmúlt, és ideje, hogy közösségbe is vonjuk, és nagyszerű, hogy ennyi kisgyerek itt van, szülők is szombat délelőttöt rááldozzák erre a remek programra. Remek zenekar, táncház, persze még csak kézben táncolunk, de alakul. Mit gondol, miért és mennyire fontos, érdemes a magyar népzenét, néptáncot megismertetni a gyerekekkel? Népzene ápolása az mindig is fontos volt szerintem mindenki számára, minden korban. Én, ha saját magamról beszélhetek, én énekzeneibe kezdtem, tehát a népzenei alapok, azok megvannak. Néha még testnevelés órán is néptáncoltunk, meg volt beépített tantervbe is, és fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek ezzel a közösség teremtő erejével. Én, mint hazabeszélek, mert zongoratanárként ez még jobban bennem van, és igyekszem a lányomat is így e felé terelni, és szerintem tudom is, úgy tűnik, hogy nagyon tetszik neki ez a tánc. Valami közös megmutatkozással, egy közös énekléssel, muzsikálással kezdjük a programokat, és csak utána vágunk bele a táncházba, ami természetesen az is változatos, tehát mert tekeredik a kígyó játékkal kezdődik, aztán ugrós, egy kis csárdás, meg egy kis friss, közben megállunk, és énektanítás is lesz, és a vége a Megy a gőzös kanizsára című dallal zárjuk a mulatságot. Hányan alkotják jelenleg az együttest, és mit tudhatunk a csapattagokról? Öten vagyunk, és úgy alakult, hogy volt egy zenekar része, és volt egy táncos része a produkciónak. Ez mindig úgy egy tánctanító, aki szintén tanult táncos, és aztán egy, hát most már körülbelül 2000-ben egész pontosan, tehát most már 17 éve döntöttünk úgy, hogy ez nem egy ilyen különálló valami lesz, hanem egy együttest alkotunk, és akkor a táncosunk, táncos Móka mesterünk Szántai Levente, ő amúgy harmonikázik is, és akkor van egy-két szám, amiben ő is tud szerepelni, vagy a nagy dobot is már egész ügyesen kezeli, és akkor van néhány szám, amiben úgy is részt tud venni, de egyébként pedig ő tanítja a táncokat, meg kifejezetten Móka mester, tehát félelmetes módon tud improvizálni és marháskodni a színpadon, meg játszani a gyerekekkel természetesen. És ezzel aztán mindig magával ragadja a közönséget is, meg minket is természetesen. Úgyhogy egy ilyen vidám hangulatú a buli, általában a koncertek, meg a táncházak is. A hegedésünk a legfiatalabb a zenekarban. Ő pont 2000-ben került ide hozzánk, tehát 17 évvel ezelőtt, akkor még egy ilyen, mi mindig csak ilyen tejfognak hívtuk, de hát most már azért 17 év eltelt, és nagyon ügyes muzsikus, ügyes előadó, jól énekel, jól gitározik is, és jól hegedül is természetesen. A régi tagok közül, ha úgy a maradék hármat lehet ugye a régi
tagnak. Nem, én vagyok a legrégebbi, a legöregebb, de Tímár Sándor és Vég Gábor, ők a bőgő és a kontra, a kíséret szekció, és ők is természetesen a hangszereiket nagyon, nagyon jól ismerik, nagyon jól tudják, és mint ahogy mindenkinek kötelező énekelni az együttesben, ő is. Sándor kifejezetten jó hangú, Tímár Sándor, úgyhogy ők a játékban kevésbé vesznek részt. Vannak olyan játékaink, olyan előadásaink, ahol mindenki szerepel, természetesen ilyen mondjuk a karácsonyi, a betlehemes játék, mert ott, mit tudom én, a Sándor pont az italozó pásztor a játékban, a Gábor a kisbárány, vagy egy kis gyereksapkát, fehér gyereksapkába ő játsza a báránykát, meg így mindenki részt vesz benne, és természetesen mindenki hozzáad valamit az együtteshez. Mit gondol, mennyire népszerű manapság a gyerekek körében a népzene és a néptánc? Hát amennyire népszerűvé tesszük, tudjuk nagyon jól, hogy van egy fontos momentum, az a televízió. Az a televízió, és ezzel én nekem mindig is problémáim vannak, tehát ha így szemezgetünk valahonnan valamiket, és így bemutatunk valamit. Én magam is jó néhányszor látom a tévébe, hát megmondom őszintén, úgy megszerettetni be nem lehet, hogy így most megmutatjuk, hogy na most ott állnak sorba, és akkor énekelnek valamit. Az nem megy. Vagy teszem azt, mi lennénk az alkalmasak erre, egy olyan vidám és magával ragadó megmutatkozást kell ennek a régi-régi dolgoknak, visszaadni azt a funkcióját, ami hajdanában volt. Mert akkor is nem az volt, hogy na most őrizzük a hagyományokat, hú, elmenjünk el, és akkor... Dehogyis, nem ez volt. A lányok meg akarták mutatni magukat a fiúknak, a fiúk a lányokat akarták ölelgetni, mulatni, szórakozni. Ha ezt nem tudjuk visszaadni, hanem csak valamilyen múzeumi dolgot adunk belőle, hogy itt a múzeumban itt van ez a zenekar, és akkor ők muzsikálnak, legtöbb esetben, mint a savanyú alma, úgy néznek, és akkor nagyon, nagyon komoly zene. Butaság. Vidáman a gyerekeket magával ragadó módon kell ezt. És én tudom, hogy a legkönnyebb a koncerten, a tévében nagyon nehéz ezt megcsinálni, de akkor is valamilyen hatásfokkal tudna üzemelni a dolog. Csak hát nem tudom, mi a módja. Menjünk, kilincseljünk jobbra-balra, hogy ez kellene, vagy valakik egyszer csak rájönnek, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeknek ez a féle kultúra, magyar kultúra beépüljön a személyiségükbe. Legközelebb mikor tartanak táncházat a 10. kerületben, és mi lesz annak a műsora tematikája? Április 15-én, és ugyanitt az Újhegyi Közösségi Házban, ami mellesleg nekünk nagyon tetszik. Hát már 15-e, tehát nagyon-nagyon ott vagyunk a húsvét előtt, tehát akkor mi igazából mindig úgy szoktuk mondani, hogy nem találkozunk húsvét hétfőjén a lányokkal, úgyhogy azért ilyen előlocsolást tartunk nekik. Van egy nagyon jó kis locsolódalunk, muzsikával is szó szerint megöntözzük őket, de mindig nem is tudom, hogy elmondjam-e, de hát, na jó, hát elmondom, ugye nem kölni vízzel, meg ilyen ksz-ksz, ilyenekkel öntözzük a lányokat, mert hagyományőrzők vagyunk, vödör vízzel öntözzük. Egész pontosan azért úgy, hogy van egy ilyen kicsi vödrünk,
egy kicsi fémvödrünk, és abba teszünk vizet, és akkor a végén, amikor a dalnak vége van, akkor a Levente körbe megy, közben szól a muzsika, és akkor az összes lányt lespricceli a vízzel. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is. Yeah.